Milyen lehet az a császár? Aranyhal! Ővé a világ! Hitegessem, csalogassam? Nem ingyen kéne a virág. Hitegessem, csalogassam, tehát nőül vesz kereken. S mennyasszony ajándékul a világot adja neked. A Szekszárdi Gitár Kvartett zenés versei segítettek a közönségnek az alkalomra hangolódni a Tolnai Magházban. A Tolna megyei művészetért díj átadóin az évek alatt hagyományá vált, hogy az előző évben díjazottak rövid műsorral készülnek. Úgy gondoltuk, hogy 20 éven keresztül 5 plakettet kiadunk. Most ez a 20 év most telt le, összesen 100 plakettet adtunk ki Tolna megyei íróknak, költőknek, előadó művészeknek, képzőművészeknek és művészetpártolóknak. Gondoltunk a kismesterekre, a kézművesekre is, meg ők is megérdemlik ezt a megbecsülést. A három civil szervezet, aki megalapította, az a Kézjegyklub, aki a tollforgatókat fogja össze, a Bárkaszalon, aki a képzőművészeket fogja össze, és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Utóbbinak Saramó Márta az elnöke, a Bárkályi Lönhárt Ferenc, én pedig a Kézjegy tollforgató klubját vezetem. Till Jánosné évtizedek óta foglalkozik elsősorban sváb viseletbe öltöztetett babák készítésével. Munkája elismeréseként korábban már a Népi Iparművész címet is megkapta, most pedig a Tolna megyei művészetért plakettet vehetett át. Nagyon örültem ennek a megtisztelésnek, amit tulajdonképpen kaptam, nem számítottam rá, nem is tudtam róla, hogy van ilyen, sajnos. És hát sok év munkája, nem is munka ez, hanem hobbi és egy nagy szerelem. Tulajdonképpen az, hogy munka az túlzás, de nagyon megtisztelő, és főleg ilyen környezetben és ilyen társak között igazán kitüntető dolog, hogy megkaphattam ezt az elismerést. Otthon 62 babám van, 32 településről. Hát ez elég sok utánajárást kíván, múzeumokat, faluházakat, tájházakat, magángyűjtőket, magánembereket keresünk meg. Férjem nagy segítség, mert egyedül nekem ez sok lenne. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon szép munka. Mikor elkezdtem, nem gondoltam volna, hogy ekkora örömet jelent, és ilyen csodálatos dolog, ami a hagyományokban, a viseletkultúrában rejlik, mert valami gyönyörű. Nyári Éva 1992 óta vezeti a nagymúltú kapostánc együttest. A sárközi, somogyi, alföldi, szatmári, erdélyi és moldvai táncokat is tartalmazó repertoárjukkal az elmúlt évtizedek alatt számos hazai és nemzetközi sikert értek el, míg nem az együttes vezető, a Tolna megyei művészetért plakettet is átvehette a népi tánckultúra megőrzéséért. Amire nagyon büszke vagyok, hogy egész 3 éves kortól egészen 25-26 éves korig is részt vesznek a fiatalok az együttes életében. A díjak közül, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon-nagyon nagyszerű volt a Grand Prix díj, mert azt elnyertük Veszprémben éneklésben is, és néptáncban is, és ez nagyon-nagyon nagy újongással és meglepetéssel ért bennünket. Sárközi táncokat is táncolunk, igyekszünk sokféle tánc típust megismerni, hiszen igény van rá a gyerekek részéről is, meg ügyesek, és aztán szeretnénk az egész Kárpát-medencei táncokkal megismertetni őket, az egész Nagy Magyarországot megismerni. Tánctáborokkal elmegyünk oda, tanuljuk. Most Székre megyünk. Székre fogunk utazni március 15-től 18-ára a széki táncok és a széki dalok ismerete miatt. Bognár Cecil neve régóta jól csengő cégér kultúrával foglalkozó körökben. Tanítóként, népművelőként, énekesként, tárogatósként, kórus vezetőként is komoly elismeréseket ért el. Mások mellett a Magyar Kultúra Lovagja címet is kiérdemelte. Hát az elődök lombján lövekszik az erdő. Micsoda nagyszerű gondolat. Nem tudom, hogy ha nézők jártak olyan helyen, ahol egy 20 évvel ezelőtt egy gyönyörű erdő volt, és mondjuk egy erdélyi kirándulás kapcsán, nézd oda, alig van már egy-egy fenyő csak. És ugye,
hogy is van a mondás? Az elődök lombján növekszik az erdő. De ha nincs az elődöknek lombja, vajon növekszik az erdő? Vajon megtaláljuk egymást? Vajon lesznek-e új fák? És ha ezt átvetem arra gondolatsorra, hogy mi emberek át tudjuk-e adni azt az értéket, azt a kincset, amit a magyar kultúrának nevezünk. Nem csak természetesen az irodalmi, az olvasott irodalom tartozik a magyar kultúránkhoz, a himnuszunkkal együtt, hanem bármi, amit magyarnak nevezünk, a táncaink, hiszen a táncnak is van nyelve, a táncolásnak van üzenete. Aztán ugyanilyen nyelvezete van, ha énekelünk egy népdalt, amiben a fájdalmainkat, az örömeiket mondjunk meg. Ez is egyfajta sajátos nyelve a kultúránknak, ha énekbe szólal meg. Természetesen egy versről nem is beszélve, vagy éppen egy prózai szövegről. Makai Tamás és felesége 10 évvel ezelőtt vettek meg egy romos kastélyt Miszlán, amit előbb rendbehoztak, majd a megye egyik legjelentősebb művészeti centrumává fejlesztettek. Évente több mint 100 alkotó fordul meg náluk alkotótáborokban és kiállításokon. A 90-es évek elején egy szakmérnök hisztem, mint műemlékvédő, építészmérnök egyébként a foglalkozásom, és ingatlanfejlesztéssel foglalkoztunk, és kiderült, hogy rengeteg olyan kúria van Magyarországon, ahol nem jó kezekbe került, és ahol nem a funkciójának megfelelően használják ezeket. Ez az egyik indítatás. A másik az, hogy a baráti körünkben számtalan művész és zenész él, és ezeknek próbáltunk egy olyan művészeti környezetet teremteni, ahol éves szinten találkozhatnak, dolgozhatnak, táborokat és különböző összejöveteleket szervezhetnek, és ez volt az alapvető indítása ennek a dolognak. Rács Róbert sárközi és óbányai edényeket készít. Munkája elismeréseként 2002-ben megkapta a Népi Iparművész címet, most pedig a figurális edényeiért a Tolna megyei művészetért emlékplakettet. Én mondhatnám azt, hogy tőzsgyökeres várdombi vagyok, tehát itt ugye Szekszárdtól déli irányba fekvő település, a Sárköz szélén várdomb, sváb település. Tehát ilyen értelemben tehát ugye németek lakták, és az óbányai kerámia az pedig németes eredetű, tehát Óbányán ugye sváb, illetve német fazekasok készítették ezeket az edényeket, és ugye így gondoltam én azt, amikor még a tanuló éveim után Kárászon dolgoztam, egy kárászi fazekas barátomnál, aki ugyancsak óbányait készít, és én ezt tőle tanultam, hogy, és nagyon megtetszett egyrészt, és akkor így összekötöttem ezt a két dolgot, tehát a településsel a stílust. A Sárközi pedig, hát én ezt a mesterséget érettségi után tanultam kaposvári iskolába, és ugyanúgy, mint rendes szakmunkás iskolákban kellett egy gyakorlati munkahely, és nekem ez akkoriban a Szekszárd csatári kerámiaüzem volt, ahol sárközi edények készültek, és a sárközi stílus díszítését én ott tanultam. Tehát és igaziból ezért. Tehát ugye, és most is, tehát ugye Várdombon lakom, tehát Várdomb földrajzilag ugye a sárközi fa, sárköz szélén helyezkedik el, tehát gyakorlatilag az 56-os út mentén, és tehát ugye Sárköz mellett vagyok, meg benne vagyok egy német faluba, tehát ezért a sárközi, illetve az óbányai stílus.